Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ebben a videóban most megint szerelmi kirakást nézünk meg. Nagyon sokan fordultok hozzám azzal, hogy még nem vagytok együtt a párotokkal, vagy nem ott áll a kapcsolat, szeretnétek javítani, tovább lépni, magasabb szintre emelni. Tehát ezért csinálunk egy olyan kirakást, érzéseket nézzük meg, nagyon lényeges, szinte elsődleges kérdés szokott lenni, hogy mik az érzései, és ezért most sokkal több oldalról fogjuk megnézni, hogy mit érez a szeretett személy. Ezek általános iránymutatások, azért azt mindig elmondom, azt vedd belőle figyelembe, ami éppen úgy érzed, hogy összecseng a jelenlegi élethelyzeteddel, ami most aktuális neked. Ha kevésnek érzed, vagy azt érzed, hogy ez nem rád vonatkozik, akkor az biztosan úgy van, kell hozzá egy kis intuíció, kell hozzá azt, hogy lefordítsd a te helyzetedre, és az is, hogy ki tud venni belőle, ami ténylegesen neked szól. Van, amikor ez egy-két mondat, de azt tapasztalom, hogy az viszont nagyon sokat tud segíteni. Mi a kapcsolat jelenlegi állapota? Gondolja kedvesedre, a párodra, a szeretett személyre, arra a kapcsolatra, amire most kíváncsi vagy, és nézzük meg, hogy mik a jelen energiái. Olyan, mintha nem mutatná meg valamelyikötök az érzéseit a másiknak, racionális szempontok alapján nézne rá a kapcsolatra, ez lehet te is, lehet ő is, és az általános helyzet is lehet egy ilyen kicsit hűvös, kicsit távolságtartó, amikor nem igazán lehet rájönni, hogy mi az igazi érzése a másiknak. Kommunikációt is jelenthet, de olyan fajta kommunikációt, amikor az érzések nem kerülnek szóba, és ez azért bizonytalanságot is okozhat, ez megmutatkozhat ebben a fordított botok hármas lapjában, amikor nem látjuk még a lehetőségeket. Érezzük, hogy lehet itt benne lehetőség, és tudjuk is a racionális elménkkel, elgondolás alapján, hogy itt vannak lehetőségek, de nem mutatkozik meg, nem kézzel fogható. Előfordulhat az is, hogy ez a távolságtartás miatt egy kicsi ilyen megtorpanás és az elkeseredés is ott lehet, amikor nem látom, hogy ez ígéretes módon tudna fejlődni ez a kapcsolat. Nem tudom, hogy mit tegyek azért, hogy jó legyen. Ez mindkét oldalról ugye előfordulhat, majd meglátjuk, hogy a kártya mit mutat, hogy ez inkább melyik oldalt jellemzi. És akkor nézzük meg az ő érzéseit. Először azt, hogy mit érez, hogyha rád gondol. Milyen érzések jönnek elő, amikor gondol rád. Nagyon sok erőt kell abba beletenni, hogy itt egy teljesen új ciklus el tudjon indulni. És azért itt a világlapja azért látszik, hogy itt is van erőkifejtés benne. Hát egyrészt azt is jelenti, hogy a komoly elköteleződést is látja ebben a kapcsolatban, azt a lehetőséget is látja ebben a kapcsolatban, hogy ebből létre tudjon jönni egy teljesen új, egy szabadon megélt kapcsolat. Úgy érzi, hogy te vagy az a személy, akivel meg tudná élni azokat az érzéseket, a szabadságot, ami az igazi új életet tudná hozni számára. Viszont azért itt látszik az erő lapján, hogy egy erőből próbálja ez a férfi ezt a hatalmas kőszobrot megmozdítani. Tehát úgy érzi, hogy nagyon nehezített a dolga. Nagyon nagy szenvedély van benne, az erőlapja az alapból mindig ott van, az ösztönös mély szenvedély. És itt ugye az új megindulása is, tehát ha rád gondol, akkor ilyen érzések jönnek föl benne. Nézzük, hogy te mit érzel iránta. Amikor rá gondolsz, akkor milyen érzések jönnek elő benned. Nagyon-nagyon sok értéket találsz ebben a kapcsolatban. Stabil érzéseid vannak, és mély lelki kötődést is megélsz ebben a kapcsolatban.
stabil és állandó érzelmet mutat ez a kártya a részedről is. Szeretnéd, hogyha teljesen nyilvánvaló lenne, nem csak a számotokra, hanem mindenki, aki körülvesz benneteket, hogy ti egy pár vagytok. Szeretnéd átélni ezeket az érzéseket. Érzed, hogy ő az igazi lelkitárs, ahol lelkiekben is tudsz kapcsolódni, akivel más a kapcsolat, megmagyarázhatatlanul más a kapcsolat. Nézzük azt, hogy mit érez akkor, amikor a kapcsolatotokra gondol. A kardok lovagja ugye egy harcos lap. Amikor a kapcsolatotokra gondol, akkor ott van benne az, hogy ki kell állni ezért a kapcsolatért, hogy meg kell harcolni ezért a kapcsolatért, hogy ez az igazi kelyhek kettes állapot, ez létre tudjon jönni. Itt még ezen a kártyán csak nézik egymást, tehát sok olyan dolgot kell megtenni azért, kommunikálni kell, lehet, hogy harcolni is kell, ugye idézőjelben ezért a kapcsolatért, hogy létrejöjjön a közeledés. Nagyon hasonló az előző két kártyának az energiája, mert ugye ott mit érez, hogyha rád gondol, tehát az erőt magában, illetve azt, hogy bele kell tenni az erőt, hogyha szeretne téged megkapni, és szeretné azt az új, teljesen új ciklust elkezdeni már együtt veled, amit szeretne. Nézzük, hogy te mit érzel, hogyha a kapcsolatotokra gondolsz. Szeretnéd, hogyha ez a teljes kiegyensúlyozódás létre tudna jönni, de egyelőre ezt nem éled meg. Kevesebbet kapsz, mint amit szeretnél, és szeretnéd azt, hogyha ez kiegyensúlyozódna. Őneki kellene tennie valamit, itt úgy tűnik, mert a mértékletességben a türelem is benne van, a várakozásteli állapot is benne van, és hát ha a kapcsolatra gondolsz, akkor az egyensúly, az adok-kapok egyensúlya, az neked nagyon lényeges lenne, hogy harmóniába kerüljetek egymással. Nézzük azt, hogy mit érez akkor a párod, a kedvesed, hogyha a közös jövőtökre gondol. Hát úgy érzi, hogyha a közös jövőtökre gondol, hogy akkor végre közelebb tudtok kerülni egymáshoz, de az is benne van, hogy lehet, hogy ez csak illúzió és vágyálom, és nem tud igazából megvalósulni. Vágyakozik rá, az látszik, de nem biztos abban, hogy meg tudjátok valósítani, vagy ő elég erős tud lenni ahhoz, hogy ezt meg tudja valósítani. Tehát valahol ott van a vágyakozás benne, és úgy érzi, hogy meg tudna szűnni az a fajta, hát a magányosság érzése, az egyedüllét érzése, a távolság közöttetek, amit ott az elején azért a kardok királynője is mutat, de ezt valahogy úgy gondolja, hogy még nem teljesen biztos abban, hogy amit neki ezért meg kéne tenni, amit ott az erőlapja mutat, a kardok lovagja mutat, hogy ténylegesen ő képes rá. Tehát valahol a vágyakozás az, ami benne van, amikor a közös jövőtökre gondol. Nézzük azt, hogy te mit érzel, hogyha a közös jövőtökre gondolsz. Milyen érzéseket hoz ez belőled elő. Negatívabban állsz hozzá ehhez, mert úgy érzed, hogy az a közös jövő, amit igazából szeretnél, hogy az nem tud megvalósulni, nem tud még elindulni ez az új. Lehet, hogy ez az ő távolságtartása miatt van, amit itt már a kardok királynője is mutat, de benned is lehet egy ilyen negatívabb hozzáállás. Ez utalhat az előzményekre is egyébként, hogy amilyen módon ez a kapcsolat most idáig jutott, ahol most ott álltok, hogy az alapján nem tudod elképzelni, hogy itt minden egyből megváltozhat, és elindulhat az örömteli új. Egy ilyen kiszolgáltatottság érzés van benned, és ez most itt egyértelműen utal akkor rá, hogy a másik félnek kellene itt többet beletenni. Akkor mit érez akkor, amikor készül a következő lépésre? Mik ezzel kapcsolatban az érzései? Amikor a cselekvésre gondol, hogy mit kéne megtennie konkrétan.
Ezzel kapcsolatban mit érez? Hát olyan, mintha teljesen függő helyzetben lenne most, és nagyon fél attól, hogy ha nem képes megtenni ezeket a következő cselekedeteket, következő lépéseket, amit nagyon nehéznek él meg, hiszen hát ott az erőlapja, ott a kardok lovagja, fél attól, hogy akkor csalódás lehet, hogy akkor vége lehet ennek a kapcsolatnak, hogy esetleg te mondod azt, hogy már nincs tovább. De függésbe érzi magát a jelenlegi helyzetétől. Ahogy itt látszik is, hogy ez a szabaduló művész. Tehát most valami köti őt a jelenlegi helyzethez, amin úgy érzi, hogy nem biztos, hogy úgy tud változtatni, hogy azért az a világlapja meg tudjon indulni. Valószínű, hogy te érzékeled felőle ezt az energiát. Itt húzok egy lapot erre az akasztott emberre, hogy miért érzi magát ilyen megrekedt helyzetbe. A uralkodó lapja negatív oldala, tehát akadályként, azt jelenti, amikor bele van merevedve egy helyzetbe, irányítja az életét a megszokott rend szerint, és attól fél, hogy ezt az irányítást ezt el tudja veszíteni. Hogy nem tudja uralni a helyzetet. Komfortzónából való kilépést is jelenthet így ez a kártya, amikor van valamilyen menete, megszokott menete az életének, ő irányít, és esetlegesen attól is félelmei lehetnek, hogyha az érzéseire hallgat, hogyha kilép abból a helyzetből, amiben most van, akkor egész másfelé indulhat el az élete. Tehát nem tudja úgy kontrollálni, és esetlegesen csalódást okozhat, csalódás érheti őt. Tehát biztos, hogy egyfajta félelem is benne van. Nézzünk még egy lapot. Érmék 10-es, így már a családapát is tudja jelenteni az uralkodó lapja, vagyis, hogy az egész életét gyakorlatilag meg kell változtatni ahhoz, és még itt nem igazán látja a módját az érzései szerint. És akkor nézzük a te érzéseid, hogy mit érzel te, amikor a következő lépésre gondolsz, hogy mit kellene tenned. Ezt milyen érzések kísérik a részedről. Érmék királynője, hát ez a megfontoltság energiája, és a kardok ásza. Még kivárod ezeket az eseményeket, türelmesen vársz. Az is benne van, hogy azt éled meg, hogy a saját biztonságodat fent tud tartani. Nagyon fontos számodra, hogy megéld azt a harmóniát az életedben, még hogyha nem is vagytok együtt, vagy nem ott áll a kapcsolat, ahol szeretnétek, hogy meglegyen ez a biztonság, a kiszámíthatóság. Ez nagyon fontos érzelem, ami benned van. Illetve a kardok ásza, hogy azt érzed, hogy csak a megoldást kéne megtalálni, amivel aztán elindulhat egy új, lezárni azt, ami eddig volt. És akkor nézzük meg, hogy mit cselekszik a közeljövőben párod. Nem indul el az új irányba. Benne marad egy olyan helyzetben, ez a kardok hetes, ez hazugságot jelent, nem felvállalt érzéseket jelenti. Tehát benne marad egy olyan helyzetben, ami nem jó neki sem, a környezetének sem. Szerelmi háromszögre is utalhat a kardok hetes lapja, vagy olyan helyzetre, amikor nem vállaljuk föl nyíltan azt az adott szituációt. Tehát várakozást is mutat ez a kártya, ez az ábrázolás, ugye amikor hiába várott egy lány, nem jönnek azok, akiket meghívott, most vagy becsapták, vagy késnek, vagy ő mást gondolt erről az egész helyzetről. És a bolond fordítva ugye az, amikor nem indul el igazából az új lehetőség. Tehát olyan, mintha egy ilyen várakozásteli állapot lenne, amikor még nem vállalja föl igazából az ő erőteljes érzéseit, nem indítja el az újat. Pedig ott van gondolataiban is, érzéseiben is, és mégsem történik ez meg. Nézzük a te következő lépéseidet.
te részedről lehet egy ilyen tisztázásnak a lehetősége, amikor elmondod a párodnak, hogy te mit szeretnél, hogy együtt meg tudjátok ezt oldani. Diadalszekér fordítva viszont aktív cselekvés nem mutat. Tehát amikor te sem cselekszel úgy, ahogy ott lenne benned érzéseid szerint. De a te részedről azért ott van ez, hogy próbáljátok meg tisztázni a helyzetet, kommunikálni erről a helyzetről, hogy ez hogyan lehetne megoldani. Nézzük meg azt, hogy ő hogy érzi e közben magát, közben így cselekszik, vagyis hát, hogy ugye nem történik semmi, nem vállalja föl az érzéseit. E közben hogy érzi magát? Szomorúságot él meg, negatív érzései vannak. A kardok hármas megint csak utalhat arra, hogy neki van egy olyan személy, aki akár egy romantikus kapcsolat, akár egy olyan személy, aki miatt nem tud lépni, és hogy ott van benne az az érzés, hogy most már döntést kellene hoznia. Neki sem jó ez a megrekedt állapot, ő neki is fájdalmas, és részéről azt is jelentheti, hogy döntéshelyzetben érzi magát, hogy ez már így semmiképp nem mehet. És nézzük, te hogy érzed magad, miközben megteszed ezt a következő lépést. Lehetnek ilyen félelmetes gondolatok, és hát a kardok 9-es az az erőteljes agyalást is jelenti, amikor a negatívabbnál negatívabb képek is jöhetnek elénk. És akkor nézzük még azt meg, hogy mit gondol kettőtökről, mi a racionalitás, amit ő gondol. Nehezített helyzetet él meg. Úgy gondolja, hogy igen erőteljes függésben van a kapcsolattól. Nagyon erőteljes szenvedély fűzi hozzád, és hát úgy érzi, hogy ha kiáll magáért, hogyha tesz érte, akkor létre tud jönni a kapcsolat, de ez is egy nehezített helyzet neki. Nézzük, hogy te eközben mit gondolsz a kapcsolatotokról. Úgy érzed, hogy ez a szerelmi háromszög, vagy pedig, ha nem az a helyzet, nem az a szituáció, akkor az igazán mély kapcsolódás, amit te szeretnél, hogy nem igazán tud létrejönni. Ez egy kicsit a lemondás energiája is ott van benned, mert nem haladnak a dolgok. Az ezzel kapcsolatos szomorúság is ott lehet benned. Hogy kivártad, hogy vársz továbbra is, és mégsem úgy alakul a helyzet, ahogy azt szeretnéd. És akkor nézzük meg még, hogy most merre halad a közeljövőben a kapcsolat, az energiája. Két ötös lap, két nehezített lap. Egy ilyen megmérettetés, kihívás, versenyhelyzet, rivalizálás, amiben úgy érezzük, hogy mindent bele kell tennünk. Ez az ő részéről lehet a nehezítettség, hogy lezárja, ami eddig volt, hogy beletegyen minden erőt, energiát. A te részedről pedig, mivel itt vannak azért ezek a negatív érzések benned, a negatív irányú érzések, tehát neked pedig ez okozhat egy nehezített helyzetet. És azért itt a kelyhek hármas is ott volt, az ő részéről a kardok hármas is ott volt. Ez az ábrázolásmód itt a botok ötösnél jelentheti azt is, hogy azt éled meg, hogy itt most választás van, és meg kell felelned, és tenned kell azért, hogy téged válasszon a párod, ami egy nehezített helyzet. A kelyhe kötös fordítva viszont azt jelenti, hogy nem záródik még le ezzel ez a kapcsolat. Tehát nincs még vége a kapcsolatnak, de az energiák azok nagyon ott vannak benne, hogy itt most már döntés kell, hogy szülessen, mégpedig a párod részéről, ahogy az igazságlapja meg is jelent, ahogy ő is azt gondolja, hogy itt most már lépni kell és dönteni kell. Hát ez volt az érzések több oldalról is, mint ahogy szoktuk. Mindenféle érzelmet megnéztünk a kapcsolatban. Remélem, hogy mindenki ki tudta venni belőle azt, ami hasznos a számára. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és további csodaszép napot kívánok!